Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sportélet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast! Sziasztok, üdv mindenkinek! Ez itt a Csisztus Podcast legújabb epizódja, és mint ahogy ezt már megszokhattátok, általában a sportvilágában meglévő kikerülhetetlen jelenségekkel foglalkozom, de van, amikor csak egyetlen emberre fókuszálok. Így lesz ez ma is, hiszen exkluzív interjút ad a műsoromnak egy olyan fiatal ember, akivel már nagyon régóta szerettem volna találkozni. Úgyhogy külön köszönöm neki, hogy a szabadsága utolsó napjainak egy pici szeletét rám áldozza. Szoboszlai Dominika vendégem. Szia! Szia! Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Dominik. Pontosan azért, mert tudom, hogy milyennyire, hogy úgy mondjam, ezek a percek mennyire kiszámítottak számodra. Úgyhogy nem is fogom nagyon sokáig rabolni az időt azzal a felsorolással, amivel most kezdenem kell, mert sokkal fontosabb dolgokról kell beszélgetnünk. De hát azért mindenképpen el kell mondanom, hogy fiatalkorod ellenére egészen elképesztő rekordok fűződnek már a nevedhez. Ugye az, hogy 8-szoros válogatott középpályás, hogy ez még nem a rekord kategória, az, hogy 3-szoros osztrák bajnok, az már komoly, ugye idén kupa győztes is, sőt, mi több ugye az osztrák elnökök és az osztrák Bundesliga elnökeinek és edzőinek a szavazata alapján te lettél a szezon legjobb játékosa. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy a Golden Boy címre is van esélyed, ami ennek az esztendőnek a végén egy elképesztő lehetőség lenne, és hát az sem egy utolsó szempont, hogy az UEFA 2020 januárjában a világ 50 legtehetségesebb labdarúgója közé sorolt téged. Ezek nagyon komoly dolgok, és gondolom már szokod azt, hogy általában a neveddel kapcsolatban emlegetik ezeket a számokat, rekordokat, de amit mostanában különösen sokat emlegetnek, az a pénz, ugye, hogy a valaha volt legnagyobb kivásárlási áru játékosa vagy a magyar labdarúgás történetének. Ugye jelen pillanatban 25 millió eurónak tartják ugye ezt az árat a Salzburgot, de hát egyáltalán nem biztos, hogy eljössz onnan. Úgyhogy hagyjuk is most a pénzt egy kicsikét, szeretném, ha ezt most dobnánk ezt a témát. És inkább onnan közelítenék meg a dolgot, hogy azt én tudom, hogy iskoláskorodban hát bizony azért nagyon sokan voltak, akik hát nem sokat adtak azért, hogy Szoboszlai Dominik oda jut ahova, vagy ahol már most tart. Ki lenne az a személy, akinek mondjuk az idei salzburgi mezedet elküldenéd megmutatni, mondjuk bekeretezve? Én az ilyenekkel nem foglalkozok, én a saját magamnak csinálom. Én örülök, hogy ilyen szezon tudtam befutni. És amit mondtam sokszor, hogy remélem ez csak a kezdet. Azért úgy tűnik, hogy valószínűleg ez a kezdet lesz, de azért biztos, hogy volt benned egy bizonyítási vágy. Ezeket a történeteket már elengedted? Ez azt jelenti? Hát, nem engedtem el, ezek ugye a fejemben vannak, uh-huh. és a bizonyítási vágy az mindig kell, hogy legyen, és meg kell mutatni, hogy valójában mit is tudsz, és ki is tudsz lenni, és mik voltak kicsiként a céljaid. Uh-huh. Kisgyerekként, hogy nézted a tévét, és hallgattad a BL himnuszt, és mondtad, hogy egyszer majd a pályán akarsz állni. Uh-huh. Én ezt meg is valósítottam. Akik hittek bennem, azok hittek, akik nem, azok pedig most... Kik meg... voltak többen? Az a baj, hogy nekem úgymond nem volt ilyen nagyon-nagyon nagy társaságom kisgyerekként, mert én ugye csak a focinak éltem, és édesapukámmal töltöttem szerintem a legtöbb időt a focipályán. Barátaim, akik ismernek kiskorom óta, ők tudják, hogy én ezért mennyit dolgoztam, ahol most vagyok. Akik pedig csak azt látják, hogy mit érek el, és azt hiszik, hogy ez szerencse, vagy hogy mondjam, azok pedig higgyék azt, én tudom, hogy ez nem az, aki ismer, azt tudja, hogy nem az. Nekem nem az a fontos, hogy mit gondolnak, hanem hogy mégis én értem. De még sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ez szerencse, ahol te tartasz. Hát azért ez a kis rövidke felsorolás, azért ez már azt gondolom több, mint szerencse. Szerintem mindig is lesznek olyan emberek, teljesen de hogy mit érek el, hogy azt mondják, hogy szerencse, hogy pont úgy jött ki, hogy a lépés pont most is. De én nem foglalkozok ezekkel, én csinálom saját dolgomat, és megmutatom, hogy ez nem szerencse. Abszolút így van. Ugye mondtad, hogy igazából ugye gyerekkorodban leginkább édesapáddal töltötted ugye azokat az időket, amikor más srácok mást csináltak. Ez érdekelne, hogy megvan így az első labdás emléket? Tehát van olyan pillanat, amikor úgy emlékszel, hogy na, igen, ez a kis gömb ott van az emlékeim között. Nagyon nincs meg, mert 3 éves koromban onnantól kezdtem el ugye focival foglalkozni, miután apukám is ugye focizott, és minden meccsre vitt magával, de nem azért, mert ő akarta, hanem mert én akartam vele menni, nézni akartam a meccset, fociztam ott a pálya mellett,
Szóval nekem úgymond kiskorom volt, ez bennem volt ugye a véremben, hogy tényleg én focizni szeretnék, hogy ez az életem, hogy ez a mindenem. Igen, ezt tudom, hogy abszolút ezt tölti ki a gondolataidat, erről sokat beszélgettem már a téged ismerőkkel, hogy valóban e körül forognak a gondolataid, ami nyilván elengedhetetlen a sikerhez, meg a motiváltsághoz. Viszont az érdekelne, hogy te azon generáció gyereke vagy-e, akinek mindazt, ami most például a lábában van, azt tudom, hogy édesapád ugye nem csak itt labdarúgó volt, de így a személyi képzésben ő egy nagyon jó szakember, hogy ezt ő tanította neked, vagy te azért az a generáció vagy, aki az internetről lenézte a nagyokat, és visszanézte százezerszer a YouTube-on, hogy ez most akkor hogy rúgja X vagy Y ezt a szabadrugást, vagy ezt a pontrugást? És szabadrugásra kitérve nem nagyon nézegettem senkit, hogy ki hogy rúgja. Én a saját dolgomat elkezdtem csinálni. Én úgymond megpróbáltam úgymond mindenhogyan lőni a szabadrugásokat, és megtaláltam azt a pontot, hogy kell megrúgni ahhoz, hogy sikeres legyen és bemenjen. A másik dolog viszont nem apukámtól kaptam ezt. Tőle is kaptam, de ez ugye a tehetség is, akinek nem mindenkinek adatik meg. De a kemény munka sokkal fontosabb, mint hogy egy tehetséged legyen. És így a kettő így összejött nekem, mert ugye volt tehetségem is hozzá, és még bele is tettem a kemény munkát, és hála Isten jó irányba haladunk. A kemény munka az így, egykor én is sportoló voltam, és az emberek vannak emléke, hogy meddig van az, amíg a sport játék, és mi az, amikor elkezdi fölfogni, hogy hát itt a játékon túl egy picit ez többet is kell belerakni. Neked van erre egy ilyen konkrét időszak, amire azt tudod mondani, hogy imádtad a labdarúgást, tényleg ezzel akartál foglalkozni te, ez nem egy szülői kényszer volt, de amikor elindult valóban az, hogy hát ebbe azért többet kell rakni, hogy ebbe bizony bele kell tenni az energiákat, hogy ki is lehessen venni belőle valamit. De ez szerintem alap kéne, hogy legyen mindenkinél, hogy ebbe többet kell belerakni, hogyha azt gondolod, hogy fáradt vagy és leedzettél a csapattal, akkor az nem elég. Ott még bármit hozzátehetsz ahhoz, hogy több legyen, mint a többi. Hogy amikor ők hazamenek, te még mindig ott maradsz, és még mindig edzel. És te ott maradtál? Ott maradtam, igen. És mindig képes voltál ott maradni? Mindig. Volt, hogy kellett hozzá segítség apukámtól, hogy tehát kell egy külső motiváció, úgy érted? Na, igen, de szerintem... Vagy akár egy, hogy mondjam, egy hangosabb szó, hogy de most maradni kell, Dominik, most ma az a nap van, amikor itt kell maradni. Ez nagyon ritka volt, hogy azt kellett nekem mondani, hogy kell, mert én általában akartam ezt csinálni. Szóval nekem az volt a célom, hogy minél többet edzek, hogy minél jobb legyek. És néha volt olyan is persze, mint minden gyerek életében, vagy nehezebb időszakok, hogy most ez már sok. És akkor jött apukám, és mondta, hogy nem, ez nem sok, még csak most kezdődik. Mit mond ilyenkor egy olyan édesapa, akinek a gyerekéről van szó, aki látja benned a potenciált, de nyilván az apa-fiú viszonyt azért nem akarja elrontani. Mit tud neked mondani, hogy ne azt mondd, hogy jó a fenébe az egészet, hulla vagyok, elegem van? Hát általában nem kellett semmit mondania, csak rám kellett néznie. Beszédes nézése lehet és, akkor. és tudtam, hogy mi a dolgom. Aha. Sose volt köztünk úgymond apa-fia miatt úgymond vita vagy bármi ilyesmi. Persze viták mindig voltak, ilyen kisebb viták, de ilyen nagyobb vita nem volt, mert miután elmagyarázta normálisan, hogy ezt miért is kell, utána fölfogtam még 10 éves fejjel is, hogy valójában ez kell ahhoz, hogy én a céljaimat elérjem, és így fel tudtam fogni. 10 évesen, hihetetlen. De nem csak ez a hihetetlen, hanem hát engedd meg, ugye most beszéltünk a szülői szerepről egy picikét az ő oldaláról. Én már anyaként tudom, hogy mit jelent, ha az embernek van egy 13, meg egy 7 éves fia. És hány éves is voltál, amikor te elkezdted az önálló életet? 14. Jézus, most egy év múlva a fiamat el kéne engedni, én nem tudom, mit csinálni. 15. Hát az nagyon nagy különbség. Ez te magad hogyan... Ez egy teljesen természetesen jó dolog volt, hogy most el kell indulni egyedül a feladataimért, a céljaimért a világba? Én így kezdtem bele kiskoromban, hogy nekem ez a célom, és ezek akadályok, ezeket meg kellett ugranom. Aha. Kimentem úgy Salzburgba, hogy egyetlen egy magyar srác, edző, segítő nem volt ott. Tudtam egy kicsit angolul, semennyire németül. Ezt akartam kérdezni, hogy az ember hogy boldogul egy idegen nyelvterületen gyakorlatilag gyerekként? Hát gyerek, hát ez, hogy ítéljek az éjfiamat, képtelen lennék egyébulva várhol is elengedni. Pedig egy kicsit ő is beszél angolul. Kicsit beszéltem angolul, semennyire németül. Akadémián laktam ugye, ott mindig ott volt az edzés, nem kellett semmit csinálnom. Elkezdtem német tanárhoz járni, megtanultam németül, befogadtak a társak, barátaim lettek. Hamar tanulsz nyelvet egyébként?
Én úgy gondolom, hogy hamar megtanultam, igen. És akkor ezzel a két nyelvvel most már tökéletesen elboldogulsz, a némettel és az angolral? Hát ez nagyon komoly dolog, ezzel egészen jól el leszel szerintem, innentől kezdve bármerre mész a világba, és még arra esély, hogy más nyelveket is felszedjél, más bajnokságokban. Én laktam külföldi kollégiumban, de már akkor 20 körül voltam, és megmondom őszintén, hogy nagyon testidegennek tűnt ez az egész történet. Tehát szerinted könnyebb, hogyha az ember, persze egy bizonyos szinten belül minél fiatalabb, annál könnyebben idomul, alkalmazkodik? Vagy ez te vetted ilyen láthatóan jól lesz az akadályt? Szerintem én nem tudom úgy mondani a más a többi ember, hogy venni ezt. Én úgy érzem, hogy én jól vettem az akadályt, és én akartam is ezt megugrani, hogy megmutassam, hogy ez lehetséges attól függetlenül, hogy 15 éves vagyok. Uh-huh. Azt mondják nekem, hogy milyen szabályokat kell mondjuk egy ilyen akadémiai életnél követni. Tehát például az este meddig maradhat ki az ember? Az attól függ, hány éves vagy. Igen. És attól függ, hogy a felnőtt csapatban játszol, a második csapatban játszol, vagy az utánpótlásban játszol. De általában 10 órára vissza kellett térni az akadémiára. Ah, és hogyha az ember mondjuk tovább akart lenni, akkor? Akkor írni kellett fel kellett hívni a szülőket, vagy írni kellett egy e-mailt a szülőknek. És az a történet, hogy valaki meghekkelt a szülei e-mail címét, hogy kimaradhasson tovább, ez... Ebből mi az igazság? Nem tudok róla semmi. Biztos? Nem, voltak dolgok, amikben néha kicsit füllönteni kellett, mert azért mégis gyerekek voltunk, és ha egy győztes meccs után ki szerettünk volna menni valami a városba, valami bárba beszélgetni, vagy csavarogni, vagy bármi, akkor azért mégis úgy volt, hogy ne érjünk már vissza 10-re, hanem éjfélre, mert másnap például szabad napod van. Uh-huh. Csak legyen rá engedély. Igen. Papíron. És akkor... De akkor te ilyen ügyes fiú vagy, jól boldogulsz az ilyesmével is, ugye? Megoldottuk. De kell ez a fajta tabresettség, nem? Ahhoz, hogy az ember túléljen, ugye? Muszáj. Én ugye ahhoz, hogy elfogadjanak, meg kell tanulnom németül, de mielőtt azért az időbe tellett volna, hogy megtanulok németül, és utána fogadnak el a társaim, a csapattársaim. Én azért minden úgymond csibészségben benne voltam, szóval mondták, hogy menjünk erre, menjünk arra, csináljuk ezt. Én nem mondtam soha, hogy nem, mert valami baj lesz belőle. Világos. Én vállaltam a felelősséget, és kimentem velük bárhova. De tudtad a határokat? Tehát, hogy az mi az, ami számodra adott esetben már vagy teljesítményedre vásárolni? Persze. Ez olyan dolog volt, hogy ezt édesapáddal megbeszélted, a menedzserekkel megbeszélted, vagy egyszerűen volt erre mindig egy belső kontroll, amire úgy gondoltad, hogy támaszkodhatsz? Nem, belső kontroll volt mindig. Amikor úgy éreztem, hogy kezd nem lenni, vagy ők úgy érezték hátul, hogy most már azért nyugi van, akkor szóltak és beszélgettek, hogy elég foci. És akkor így. Okay. Ez mindenkiben benne van szerintem. A 4 betű, világos. Ugye itt azért egy nagyon érdekes szimbiózisról szeretném, hogy picit beszélgetnénk. Itt ugye nem csak az édesapádnak volt nyilván óriási szerepe abban, hogy most itt vagy, hanem itt van mögött egy menedzsment. Nem titok, hogy Eszterházi Mátyással igen sokat beszélgettem rólad, hogy egy kicsit árnyalhassuk ezt a képet. És az is kiderült, ugye, hogy azért ez ma már ez a klasszikus, fényesöltönyös, mobiltelefonos, menedzseres státusz, ez nem erről szól. Hát szinte nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen második apa figura. Ezt jól látom? Igen, a Matyival úgymond együtt dolgozunk, és a menedzseremnek tekintem, de egyaránt a barátomnak is, mert bármit meg tudunk vele beszélni, bármit el tudok neki mondani, mindenben segít, hogyha úgy van, és tényleg úgy van, hogy bármi kell nekem, akkor ott van nekem, mint ahogy mondtad, így második apukának. De azért a foci részéről is jó vele beszélni. Csak azért kérdezem, mert ugye az ember, ha így visszagondol így a múltra, és látja, hogy tehetséges játékosoknak mennyiben befolyásolhatja az életét az, hogy egy menedzserre közösen milyen utat választanak, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz teher. Tehát itt végül is azért a te tehetségedet, a te sorsodat itt több emberre kell cipelni a vállán. Nyilván elsősorban te teszel érte, de ez azt jelenti, hogy a döntésekben azért nagyban rájuk hallgatsz? Én csak rájuk hallgatok, csak apukámra és a Matyira, ugye, mert ők tudják, hogy nekem mi a legjobb, és így hárman vagyunk úgy, hogy megbeszélünk mindent. Ilyen téren együtt fogunk dönteni most is, és szerintem eddig egész jó úton haladunk. A Salzburg is egy olyan választás volt, hogy nekem mi a legjobb, hogy a következő lépcsőfok mi lehet, és általában lépcsőfokról lépcsőfokra mentünk.
és eddig egész ez jó. Nagyon szimpatikus, hogy, hogy látszott, hogy sosem akartatok duplát ugrani, vagy triplát, hanem hogy ezeket a lépcsőfokat be akartátok tartani, de volt esetleg olyan pont, amiben neked, vagy amiben téged józanítani kellett, vagy amiben kifejezetten neked más volt az elképzelésed, és azt nem meggyőztek? Nagyon nem, mert szerintem így hármunknak így ugyanúgy, ugyanolyan a véleménye ezekről a dolgokról, és mindig úgy volt, hogy elmondta valaki a véleményét, utána a másik kettő meghallgatta, elmondta a másik a véleményét, a másik, és mindenki elmondta a véleményét, és talán egy közös nevezőre jutottunk. De általában mindenkinek ugyanaz volt a véleménye erről. Tehát ma így hozzátok meg a döntéseket mondhatni, ugye? Ez nagyon fontos. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi minden lakozik ebben a 187 centiben. Igen. Hogy pontosak legyünk, mert nem minden adat pontosról, ami felelhető a különféle fórumokon. Ugye az egy dolog, amiről beszéltünk, hogy a tehetség, az nyilván nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy a tehetség önmagában tényleg egy pont, egy kiindulás, a belerakott munka nélkül nem nagyon. Mi van például a te lábadban, akár munkamennyiségben, akár tényleg fizikai adottságokban, most bármiről beszélhetünk, az izomzatodról, egyebekről, amiről ma azt mondja a szakma, hogy párját ritkító. Sok munka van benne. Ezt tudom így elsőnek kiemelni, mert nem vagyok egy vastag srác, ahogy látszik. Nem, vagy arányos vagy, kifejezetten. És mégis azért, hogyha úgy van, akkor elég nagyot tudok rúgni, hogyha kell. Igen, ez így van. És én is gondolkoztam, hogy ez adottság. Ez fontos, amit mondasz, hogy ez technika, tehát tulajdonképpen ez tanulható, vagy azért szerinted ez egy szerencsés elegye a dolgoknak? Mind a kettő szerintem. Aha. Azért tanulható is, mert azért én is nagyon-nagyon-nagyon sokat gyakoroltam szabadrugást, nagyon sokat lőttem apukámmal, és úgymond megtanított lőni, hogy tartsam a lábam, hogy ezeket a dolgokat, de ez, hogyha nem fejlesztett tökéletesre, akkor sajnos nem ér semmit. Tehát itt nem lehet megalkudni, itt ezt addig kell nyomni, és még utána tovább is, ugye szinten maradjon, ugye? Igen. Most azt mondtad, hogy nem vagy egy vastag srác, és pont ezért érdekel, hogy mi motivált téged arra, hogy egyébként az úszásban nevet szerző szakemberrel, Shane Tusuppal kezdj el dolgozni az erőnléti munkában? Igen. Igen. Hogy fölépítsem magamat, úgymond. Benne vagyok már a felnőtt futballban, de azért, hogyha most egy Premier League-be ütköznék egy középső védővel, akkor lehet, hogy megérezném jobban, mint egy osztrák Bundesligába. Uh-huh. És ezért én úgy gondoltam, hogy bármi megtörténhet velem, így el kell kezdenem fölépíteni magamat a felnőtt futballra. És megvan, hogy dolgozunk, hogy miket csinálunk, hogy nekem mi a jó. És úgy voltam vele, hogy nekem kell egy ilyen ember. Ezt te érezted? Ez egy abszolút, tehát ez gyakorlatilag egy belső igény volt rá, hogy most jött el az idő, hogy kell nekem. Így hárman éreztük ezt hárman is, amit ugye az előbb mondtam. Igen. És úgy gondoltam, és hogy... Mert így végig gondoltam, hogy nekem egy olyan ember kell, akit már valamit elért, és úgymond képben van ezekkel a dolgokkal, és más nem ismertem nagyon tényleg így, aki ismertebb lett volna Magyarországon, és ugye a Katinkából is azért elég nagy dolgokat hozott ki. Ahogy így láttam, olvastam, és tudom ezen részét, és úgy gondoltam, hogy nekem ő segíthet. Akkor most lészes, fesd le nekünk azt a képet, hogy akkor mit formál rajtad, honnan vesz el, hova tesz hozzá, hol fog az izomzatodon ez effektíve látszani, esetleg a vitálkapacitásodban. Mi lesz a változás? Ez szerintem látszódott, hogy azért elég máshogy jöttem ki abszolút, a vírus után. Ahogy visszajöttél, gyakorlatilag lemostad a pályát, mondhatni, és mindenki más. Igen, és az erőlétem azért elég sokat változott. Uh-huh. Most nem az lesz, hogy én egy sokkal nagyobb darab csávó leszek, uh-huh. hanem jobban fogom bírni a futást. Az ütközésekben például úgy megyek bele, hogy nem fogom elveszteni őket. Szóval ilyenek. De ez mi kell? Ez segíts nekem megérteni, mert én még nem voltam ilyen helyzetben, hogy ott konkrétan, hiszen valószínűleg nem a testsúlyod fog változni, itt nem az lesz, mint nagyon sok esetben sportolóknál, arról van szó, hogy föl kell pakolni másfél-két és fél kiló izmot valakire, mert olyan a feladat, amihez ez kell. Hanem itt nagy valószínűség egyrészt a vitálkapacitás. A gyorsaságodon úgy tudom, hogy nem nagyon lehet már javítani, mert egészen elképesztően gyors vagy. Tehát az, hogy az ember mondjuk egy ilyen szituációban jobban elbírjon egy ütközést, ahhoz mi kell? Tehát nem vagy nehezebb, erősebb vagy, jobban le tudod szúrni a lábadat a talajba? Például én hisztam is, úgymond mióta vele dolgozom,
Igen. De ezt nem gondolom, úgy hisztam, izomba. Hanem izomba. Persze, hisztam. Nem látszik rajtam, de én ezt érzem a pályán is, hogy amikor oda teszem magam teljesen, vagy ott egy ellenfél, akkor nem löknek már el. Előtte azért volt ilyen, hogy ellöktek, mert nem voltam olyan stabil. Aha. Tehát akkor ezek nem látható, de hasznos izmok, amik fölkerültek. Igen. Mennyi kell még? Szerintem ebből sose elég, úgymond, a munkából. Az, hogy mennyi izom kell még rám, azt fogalmam sincs. Azt nem nekem kell tudni. Aha. De az majd jön magától, hogy mire lesz szükségem, hogy mit tehát érzem magamon. De ez például függ majd attól, hogy éppen milyen bajnokságban játszol, és kik jönnek szembe a pályán gyakorlatilag, ha jól értem. Igen. Ha már egy pont Angliát említetted, tehát ez valóban az egyik legkeményebb bajnokság Európában, nem? Igen, szerintem a legkeményebb. Fizikailag valószínűleg ott kell leginkább ott lenni. Igen. Érsz például már erre? Mert hát amikor itt csapatokat emlegettek ugye mindenféléket az elmúlt hetekben az esetleges átigazolás kapcsán, még nagy angol klubok is szóba jöttek. Muszáj érni erre, mert hogyha jön egy olyan lépés, hogy most hirtelen ez van, akkor nem tudsz úgymond kapcsolni egyik napról a másikra, hogy most úgy néz ki, vagy olyan stabil legyél, vagy, hanem erre fel kell készülni tudatosan, úgy kell elkezdeni, hogy teljesen mindegy, mi történik. Hogyha most én arra vagyok felkészülve, hogy a Premier League-be játszik, és olyan felépítésem legyen, és hogyha mégse oda megyek, hanem egy, úgymond nem gyengébb, hanem nem olyan erős bajnokságban fizikailag akkor se lesz baj, mert akkor például ott meg tudom állni a helyem könnyebben. Világos, hát akkor nyilván visszafelé az ember már ugye sokkal jobban tudja bontani ezeket a dolgokat. Roppant tudatos vagy, és ez látszik akár ebből a döntésedből is. Adott esetben a mentális munkában, az étkezésben, a táplálkozásban van ennyire komoly fókuszod valami, vagy egyelőre még bármit ehetsz például? Bármit nem ehetek, de abban is segít a sén, hogy mit tegyek, mi ad erőt úgymond meccs előtt, mire van szükségem úgymond, de így nagyon megmondva, hogy reggelire, ebédre, vacsorára most miből mennyit tegyek, ennyire még nem mentünk bele. Beszéljünk egy picit most az életed egyéb tudatos döntéseiről. Már jó néhány éve nagyon gazdag ember vagy. Bármilyen autód lehetne. Te van saját autód? Nincs. A klubtól kapom ugye az autót, azzal járok haza, és én el vagyok azzal. Világos. Hát én ezt egyébként tudtam, nyilván nem véletlenül kérdeztem, de ez harc volt magaddal? Vagy ezen például kellett vitatkozni, hogy ezt a döntést meghozt, hogy vehetnél egy nagyon látványos autót is, de nem teszed? Ebben nagyon nem gondoltam bele így, de volt olyan, hogy erről beszéltem apukámmal és a Matyival is egyaránt, és abban egyeztünk meg, hogy még nem kell. Még nem kell semmit mutogatni, még úgymond valamit elértem, de ez még, amit mondtam is, hogy ez a kezdet, és még szerintem ez felesleges. Ha már egyébként ez a tudatosság van, akkor arra is egy kicsit segíts nekünk rávilágítani, mert rengeteg a rossz előítélet és sztereotípia, hogy egy ilyen fiatalember, aki már tényleg szabad szemmel jól látható összeget keres, hogy tervez előre? Én úgy tudom, hogy 25 éves korodig van egy megállapodásotok, hogy mi az a rész, amiről te rendelkezel, és mi az, amiről majd később fogsz. Általában nem én kezelem a pénzemet, hanem édesapám, és ő foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és teljes mértékben megbízom benne, sose volt ebből vitánk. Ami nekem kell, ami nekem szükséges, hogy elmenjek vásárolni, hogy megtankoljam az autómat, hogy szép ruhákat vegyek fel, és elmegyek nyaralni, vagy bármi ilyesmi, ezekre teljes mértékben az én pénzemet használom, ami pedig fennmarad, az pedig én befekteted? Odaadom neki, és ő pedig ezzel foglalkozik. Okosan gazdálkodik. Ami egyébként azt gondolom teljesen érthető, mert én visszagondolok arra, hogy 19 éves koromban mi forgalmam lett volna arról, hogy azt a semmit, amit megkerestem, mit kezdjek vele, eszembe nem jutott volna, mit kell csinálni. Tehát én ezt nem is hiszem, hogy ezt elvárható egy fókuszált sportolótól, hogy ezzel foglalkozzon. Amúgy egyébként, ha költesz magadra, akkor mire szeretsz leginkább? Ruhákra, meg cipőkre. Ruhacipő, az gyengéd? Uh-huh. Jó, de jó, ezt hallani egy férfitől is, hogy ez nem egy ilyen női őrület. Aha. Igen, aha. Azért ezeket szeretem. Aha. Van egy pár cipőm. Na mond. Engem mindig az a kritika, hogy túl sok cipőm van, de lehet, hogy a kevesebb, mint neked. Ja, nem, most így nem tudom, hogy mennyi pontosan. Jó. Nem számoltam. De szereted.
Hát nyilván a legfontosabb az, hogy egy olyan cipő legyen, ami a lábadat azért óvja, gondolom, a divaton túlmenően, nem? Persze. Abszolút. Kényelmes legyen, jól nézzen ki. Többi nem számít. Ezek igen fontos dolgok. Kevés a szabadidő. Nyilván azt is nagyon ésszel kell eltölteni. Mire jut ideje egy ilyen kaliberű játékosnak, mint neked, amikor úgymond szabadságon van, és éppen nem interjút ad? Családra elsősorban, barátokra, ismerősökre, szóval általában most nyaralni sem voltam, mert én úgy gondoltam, hogy fél éve nem voltam itthon. Családommal szerettem volna ezt a dolgot tölteni. És, a vírus miatt nem tudta hazajönni, igen, gondolom. Igen, és ők sem tudtak kijönni. És így úgy gondolom, hogy én el voltam teljes mértékben otthon. Van olyan baráti kör, a szorosan vett családodon túl, akivel úgy fesztelenül tudsz együtt lenni? Van igen egy baráti körünk. Így ilyen 6-7-es brigádunk van. Velük úgymond szeretek kikapcsolódni, elmenni ide-oda, otthon lenni, kerti parti vagy ilyesmi. Világos. Férfiakról, apafigurákról már beszéltünk, ugye, de azért hát nyilván most anyaként megszólal bennem ez a dolog. Hát az édesanyáddal is tudom, hogy nagyon szoros a kapcsolat. Milyen szerepet játszik ő az életedben? Hát, mikor apával hazajöttünk edzésre, akkor volt otthon kaja. Azért nyugtass meg, hogy nem csak ennyiről van szó. Nem. Ugye neki úgymond a foci részéről nem az, hogy beleszólása, de hozzáértése nyilván nincs. Persze, nagyon sok nincsen. És fociról sose beszéltünk vele, nekem viszont a foci volt az életem. Világos. Szóval így azért persze... De neked kellett egy rajongó hátország, aki persze, az édesanyád, nem? Fontos gondolom, volt, hogy ott volt mögöttünk, mondom tényleg az is, hogy minden, amikor hazértünk, minden ott volt, hogy nem vagyok egy rendmániás gyerek. És na, az mit jelent? Apukám se rendmániás ember. Ne vicceljet, én három férfival élek együtt, úgyhogy nem tudom, ez mit, de ez komoly? Igen. Kellett utánat pakolászni most is? Kellett. Aha. Most már amúgy annyira nem. Hát aki azért akadémista, annak meg kell tanulni ezt egy de kicsit. De így, hogy fél éve nem voltam otthon, így azért adok neki egy kis melót. Ja, értem. Azt hittem, hogy így rendben volt a szobád, hogy nem volt ott, hanem volt, hogy rendben cselenséget csináljon. És a kicsi Szofi, ő mennyit ringatózik a térdeden? Hát ő most abban a korban van, hogy jaj, megölellek és tana hagyjál békén. Szóval odafut hozzád, fölveszed... Mondjuk el, hogy a kicsi Szofi a húgot. Igen. Fölveszed, megölelgeted, megpuszígeted, hagyjál már. Szóval... De azért jó dolog lehet, igen. Nem? Egy ilyen kis cuki kis csaj. Vigyázok rá. Abszolút. Gondolom, hogy a nagy erős bátynak én is büszke lennék, hát ez tök jó lehet. A Csisztus Podcast mai exkluzív interjújában az is különleges, hogy az eső napot is ma tartjuk, úgyhogy itt a Listen Chain Sky Lounge-ban, Anna Marios Herod a 9. emeletén bent, most már nem a tetőteraszon folytatjuk Szoboszlai Dominikkel, és hát ugye ott hagytuk az évét abba, hogy Szofi, ugye azért, amikor találkozik veled, bár ebben az elmúlt 4 évben, ugye most lesz 4 éves a kis húgod majd szeptemberben, gondolom, hogy azért nagyon szereti a bátyokáját. Van egy másik ifjú hölgy is, ha jól tudom az életedben, aki viszont nagyon fontos szerepet tölt be, és vele kicsit azért többet találkozol. Igen, van egy sportoló hölgy, akivel megismerkedtem, és elég jól érzem magam vele, és úgy érzem, hogy támaszt tud nekem ő biztosítani. A közeljövőben, vagy a jövőmben, ez majd kiderül, a jövő zenéje, örülök neki, hogy találtam egy ilyen lányt, majd kiderül minden, hogy folytatódik. Hát gondolom, hogy abban a tekintetben nem vagy könnyű helyzetben, hogy nagyon sokan szívesen csatlakoznának mellé, de itt ezt a döntést, ezt nyilván neked is meg kell hoznod, ez egy közös döntés. Távkapcsolat, az működik? Tehát mennyire nehéz ez? Nem egyszerű. Én benne voltam egyben, de nem a legegyszerűbb dolog. Szóval majd kiderül, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni. De szerintem megoldjuk. Gondolom, akkor elég sokat loksz a telefonodon. Muszáj. Mert muszáj, ilyen szempontból persze. Beszéljünk most egy picikét visszakanyarodva egyébként egy fontos kérdéshez, a labdarúgáshoz, abban a tekintetben, hogy ugye rettenetesen sok csapatnevet, lehetőséget beszéltünk. Engem az érdekelne, hogyha ezt a lépcsőzetességet nézzük, ami a pályádban ugye eddig nagyon jól működött, akkor
A nemzetközi palettán van olyan edző, és most ne a csapatról beszéljünk, akinek a stílusa, a karizmája, egyáltalán az egyénisége mondjuk motiválna téged, vagy akivel tényleg egyszer szeretnél egy fedélzeten lenni? Én Kloppot nagyon szeretem. Amilyen ember ő valójában, az elképesztő, hogy fel tudja tüzelni az egész csapatot, hogy a nullára fel tudnak állni, hogy bármit meg véghez tudnak vinni. Nekem ő úgymond a legjobb edző szerintem. Tehát te azt lehet mondani, hogy az a fajta stílus az nagyon meg tud téged szólítani. Mi kell egyébként egy játékosnak mondjuk valóban egy mérkőzés előtt, egy tétmérkőzés előtt az öltözőben? Hogy föl tudjon tüzelni, hogy tudjon egy olyan beszédet mondani, nekem az nagyon fontos, hogy tudjon egy olyan beszédet mondani az öltözőben a meccs előtt, hogy azt mondta, hogy most kimész és felszántod a pályát. Erre szerinted nem mindenki képes? Gondolom azért te is sok edzők. Vannak különböző edzők, és nem minden edzőnek például, valamelyik edző például ezt nem szereti, valamelyik szereti, mindegyik más edző. Ez olyan, mint például játékosból valaki például nem biztos, hogy szereti, hogyha üvöltve van vele például a meccs előtt, vagy föltüzelik annyira, valaki azt szereti, hogy egyedül hagyják, nyugodt zenét hallgat, és akkor úgy megy ki a pályára, én pedig nekem egy ilyen stílusú edző. Amúgy egyébként hogy fókuszálsz? Tehát amikor mondjuk valóban pár órával a mérkőzés előtt egy kicsit az embernek úgy le kell szállnia magába, ezt hogy csinálod? Én csak azt várom, hogy végre kiléphessek a pályára és élvezhessem. Én nem olyan vagy, mint egy versenylóka, nem vagy gyakorlatilag? Körülbelül. Aha. Nem nagyon vagyok egy izgulós típus. Egy meccsen izgultam eddig életemben. Na. A profi pályafutásom során eddig a Liverpool ellen idegenben. Ott azért volt bennem egy kis druk, hogy azért lesz 60 ezer ember. Világos. A helyszín volt az, amitől egy picit megrettentél? Igen. És tényleg olyan katlan? Tényleg. Komolyan? Nagyon jó. Uh-huh. És amúgy pedig koncentrálok saját magamra, hogy az első 10 percben például ne roncsak, az a legfontosabb nekem. Tényleg? Vannak ilyen szakaszai egy mérkőzésnek, ahol az nekem embernek... Nekem csak az eleje a fontos, hogy az első 10 percben, ha bármilyen paszt kapok, én azt lepasszoljam a saját csapattársamnak, és ne hibázzak. Utána jönnek az úgymond extrább dolgok, vagy belemegyek ez egy az egybe, és onnantól kezdve az Mikor van egy mérkőzésnek olyan pontja, amikor úgy érzed, hogy na most már meg lehet villanni? Hát az első két-három passzod jó volt, és nem rontottál, utána mehet. Uh-huh. Én utána ott... Tehát ezt tekinthetjük bemelegítésnek a pályán? Körülbelül igen. Aha. Én úgy vagyok vele. Akkor egy kicsit a lelkileg helyreállsz, és az olyan érdekes. Magabiztosságot szerzel. Uh-huh. Amúgy egyébként az egyik nagy különbség, amit látok, hogyha téged a pályán látlak, az ami a szemedből árad. Tehát amit én hiányoltam, és talán kritikaként is megmerem fogalmazni, így az elmúlt esztendőben, hogy a magyar labdarúgás van, generálisan mondom, nem egyénekről beszélek, az pont ez a fajta tűz a szemekből. Ez azért van, mert imádod a focit? Szerintem igen. Én mondom, kiskorom óta ezért dolgozom, ezt csinálom, és imádom csinálni. Átragasztható ez mondjuk például a válogatottra, vagy nem kell neked ezzel foglalkozni? Nem azt, hogy nem kell nekem ezzel foglalkozni, hanem nem kellene. Szóval mindenkinek ilyen tűznek kéne lenni a szemébe, hogy ennyire akarnia kellene ezt az egészet, és remélem, hogy ez meg lesz szeptemberben, vagy októberben a csapatban. Na, akkor pontosan ezt akarom kérdezni, hogy téged a válogatott mennyire motivál? Nagyon motivál, 19 évesen úgymond alaptagja tudok lenni a válogatottnak. Én úgy gondolom, hogy én ezért is megdolgoztam, és szerintem hozom a formámat, próbálom hozni minden egyes meccsen a formámat, hogy segítsem a csapatot. Igen, nagyon sokszor ugye még az elmúlt években voltak olyan kérdések is, ugye, hogy egy külföldön játszó játékos vajon hazajöjjön-e, van olyan fontos a válogatottbeli szereplés, aztán hál' Istennek ezen átlendültünk, azt gondolom, Marco Rossinak is a hozzáállása egy egészen másfajta mentalitást hozott. Megtiszteltette és a válogatottban játszani? De, persze. Szerintem mindenkinek az, és mindenki legyen boldog, hogyha felhúzhatta bármikor is a válogatottmást, vagy még mindig felhúzza, mivel a nemzetedet szolgálod ezzel, hogy játszol, hogy megadsz mindent azért, hogy nyerjen a csapat, hogy egész a szurkolótábor, akik nézik a meccset, akiket érdekel, ők boldogok legyenek, és
és örömet szerezzünk nekik. Világos. Hát ugye most nagyon sok dolog kérdőjeles, ugye itt a világjárvány kapcsán igazából még a reményeink fogalmazódnak meg, akár a selejtezőket tekintve, hogy ki kell jutni arra az Európa-bajnokságra, de úgy a közép-hosszú távú terveidben látod magadat, vagy magatokat, a magyar válogatottal játszani az EB-n a Puskás Arénában? Én mindig úgy vagyok vele, hogy nem szeretek nagyon előre tekinteni. Én a következő... Ez túl előre van? Azelőtt még van két meccs, hogy az EB-n szerepelhessünk. Okay. A bulgárok, és utána majd kiderül, hogy kik. Azok arra kell koncentrálni. Szóval először verjük meg a bulgárokat idegenbe, utána itthon játszunk egy jó meccset, akivel összekerülünk, és utána koncentráltunk az EB-re. De én szeretnék EB-n játszani, igen. Mindenképpen. Hát mindenképpen olyan érdekes dolog, hogy ez hogyan halad majd ez a lépcső. Tudom, hogy nagyon sok kérdés van. Most akkor, ha egy kicsit visszább lépünk, akkor mit látsz a 2020-21-es szezonra magaddal kapcsolatosan? Én nem akarom ennél alább hagyni a szezonjaimat az elkövetkezendő években, amit most ugye produkáltam. Tehát hogy... mondjuk a szezon legjobb játékos a címmel elégedett leszel bárhol. Persze. Az a cél, hogy igen, hogy mindig a legjobb legyek, mert amúgy nem tudsz a legjobb lenni, hogyha nem így gondolkozol, de bármelyik bajnokságban megyek, ha megyek, bármi történik velem, én úgy fogok erre koncentrálni, ezért dolgozni, hogy ismét a legjobb tudjak lenni. Nézem a karodat, és nézem ezeket a számokat. Ezeknek mi a jelentősége? Itt édesapukámnak a születési dátuma van, itt anyukámnak. Itt viszont az egész családomról van szó. Uh-huh. Fontos számodra, hogy legalább így veled legyenek, hiszen nagyon régóta azért különélsz tőlük. Igen, azért fontos volt, ezért is úgymond tetováltattam magamra őket, de lesz még. Véget ér lassacskán ez a rövid pihenő, ami igazából nem is nagyon volt pihenő. Úgy érzed, hogy készen állsz egy energikus folytatásra, akármit is hoz a következő pár hét, hiszen azért nagy dolgok kell, hogy eldőljenek, vagy marad minden? Én mindig készen állok, mindig készen kell állnom, mert bármi történhet. Mondom, bármi történik, én mindenre kész vagyok. Ha menni kell, ha maradni kell, ha el kell kezdeni edzeni, hogyha váltani kell bármire. Fantasztikus. Dominik, nagyon fontos, hogy olyan emberek, mint te, akik nagyon sokan figyelnek, követnek. Nyilván példát is mutassanak sok tekintetben. Ugye nem csak azért, mert te most már az emberek fejében egy jól kereső játékos vagy, hanem azért, mert amit te teszel, amit csinálsz, ahol fordulsz, azok után ezrek mennek, százezrek, nyilván hatalmas követői bázisod van. Van itt ebben a műsorban egy fontos kötelezettségünk, egy elköteleződés Isten igazából, hogy sportolókról, az ikonokról szóljunk olyan maradkozásban, hogy mit tesznek másokért. Ezt a rovatot mi úgy hívjuk, hogy Charity. Charity. Think wise. Share smart. Ebben a Charity rovatban pedig általában azt szoktam kérdezni a sportolóktól, hogy mennyire van idejük másokkal foglalkozni, az esetleges gyengékkel, olyanokkal, akik mondjuk segítségre szorulnak. Nyilván neked is vannak emlékeid gyerekkorodból, amikor nagyon jó volt, hogy valaki odafigyelt rád. Igen, jó volt, hogy odafigyelt rám apukám, anyukám, bárki, aki segített, mert azért tudom, milyen, van lent is és fönt is, és tudom tényleg, hogy milyen, amikor lent vagy, mert átéltem azokat a dolgokat is, és ezért tudom értékelni, hogy mi van most valójában, és ezért is vagyok úgy, hogy én nagyon sokat segítek az embereken, amikor például volt ez a vírus is, akkor is ugye a Fehérvári Kórháznak segítettünk, hogy a ételeket hordtunk a gyerekeknek, akik nem tehették meg a vírus közepette, hogy éppen bármikor elmenjenek vásárolni, vagy kaját vegyenek maguknak. Uh-huh. És tudom, hogy a mezek is nagyon gyorsan fogynak nálad, ugye? Igen, általában az ilyen nagyobb mezeket, mint például a válogatott mezemet, vagy a Liverpooli mezemet, vagy bármi ilyesmit, azokat licitáljuk. És jótékony célra szoktad fordítani? Igen, az abból befolyó összeget pedig jótékony célra fordítjuk. Uh-huh. Én ezt nem nagyon szoktam úgymond híresztelni, mert én nekem ez tényleg úgy van, hogy szívből jön, hogy én ezt akarom csinálni, szóval nem kell senkinek tudnia, hogy én bármit is megcsináltam, vagy ezt csinálom, hanem
én ezután, miután ezt megcsináltam, jól érzem magam, nekem ez a fontos. És ez neked bőven elég. Igen. Ettől függetlenül örülök, hogy ezt elmondtad, mások azért is, mert úgy gondolom, hogy ez olyan példa, amit talán másoknak is érdemes követni minden szempontból. Köszönöm szépen. Charity. Think wise. Share smart. Dominik, nagyon köszönöm, hogy rám szántad ezt a nem is kevés percet. Tudom, hogy mennyire drága az időd. Én azt gondolom, hogy én hiszek a szorgalomban. Én úgy látom, hogy te egy végtelen szorgalmas és elkötelezett ember vagy. És nagyon sokféle kérdést kaptál itt az elmúlt hetekben, hogy hol látod magad 5 év múlva, meg 10 év múlva, és a többi. Én egy dolgot kívánok neked, hogy ezt a kiegyensúlyozottságot, amit most látok rajtad, ezt a mértéktartást, azt a pillanatnyi örömöt, amit ahogy vagy és ahol vagy, amennyire annak tudsz örülni, hogy ezt tartsd meg a jövőben is, és szerintem akkor mindig a helyeden leszel. Meg fogom. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Ez volt a Csisztus Podcast exkluzív interjúja. Nagyon örülök, hogy velem tartottak, vagy tartottatok. Remélem, hogy követtek engem a YouTube csatornámon és az egyéb podcast felületeken is. Legközelebb is várok mindenkit a Csisztus Podcastba. A Csisztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, producere, szerkesztője Szerencsé Éva, a stábigazgató Hubay Antal. Köszönjük a sminket Horváth Andreának, a stylingot Mihály Parisznak, a frizurákat Szekeres Krisztának. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, a ruhákat köszönjük a Home of Fashion üzletnek, ahol a fiatal magyar tervezők ruháit találjátok. Köszönjük a gyönyörű porcelán ékszereket a Zema ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, az a csodálatosan megújult Budapest Marriott Hotel. Minden szállodai szobából és közösségi térből a Dunapart és az UNESCO világörökség részét képező egyedülálló kilátás fogadja a látogatót. A DNB Budapest étteremben, valamint a 9. emeleten található Lease & Chain Sky Lounge Roof Barban megtapasztalhattuk a lenyűgöző panorámát, a kellemes környezetet, az odafigyelő vendéglátást, a stílusos ételeket és a frissítő koktélokat. Köszönjük! We'll be right back.